Köszöntöm nézőinket! Önök a Sarkadt televízió híradóját látják. Lássuk híreinket előbb röviden. A végéhez közeledik a komplex városrehabilitációs projekt. Sarkadon tartott előadást az ismert toxikológus Zaher Gábor. Elindult az államigazgatási rezsicsökkentés. Június első vasárnapja a pedagógusok napja. Ez alkalomból az önkormányzat is köszöntötte a pedagógusokat, a pedagógiai munkát végzőket. A végéhez közeledik a komplex városrehabilitációs pályázat. A projektzáró rendezvényen a pályázatot dr. Mokán István polgármester mutatta be az érdeklődőknek. Szeretettel köszöntöm a Sarkadt Televízió kedves nézőit. A komplex fejlesztés a szociális célú városrehabilitáció keretében elnevezésű DAOP projektünk záró rendezvényén vettünk most részt. Ez egy 2 éves program volt, hiszen 2013. 7. hó 1-én indult maga a projekt megvalósítása, és most 2015. 6. hó 30-al zárunk. Igen nagy nagyságrendű projektről van szó, hiszen az elsőkörös kivitelezési költség 320 millió forint volt, ebből 85%-ot finanszírozott az Európai Unió, illetve a Magyar Állam, 15% önerőnk volt, illetve az elmúlt hetekben kaptuk az értesítést, hogy a pótmunkákat is teljes mértékben finanszírozzák további 31,5 millió forinttal. Ezek megvalósítása van még a napokban folyamatban, de 6. hó 30-al lezárul a projekt. Nagyon értékes projektről van szó, hiszen egyrészt a leromlott városrészeket tudtuk vele rehabilitálni, tehát esztétikailag is nagyon fontos szerepe volt ennek a beruházásnak, másrészt pedig a társadalmi kohéziót is erősíteni tudtuk. Mi is valósult meg a projekt keretében ebből az édes tava 350 millió forintból az elmúlt 2 esztendőben. Egyrészt egy új önkormányzati 10 lakóegységes szociális bérlakást tudtunk megvalósítani, ami nagyon nagy érték, hiszen Sarkadon, mivel a lakásgazdálkodás polgármesteri jogkör, jól tudom, hogy nagyon sokan, több mint 100-an várnak lakásokra, tehát nagy az igény, így 10 új lakóegységnek természetesen lesz gazdája. Ez egy gyönyörű épület együttes, egy régi óvoda alapjait használtuk fel ehhez a Szalontai utca elején. Most folynak még bizonyos munkálatok, és hát azt mondom, a mai kor körülményeinek teljesen megfelelő, nagyon szép impozáns épület lesz ez a bérlakás. Emellett egy úgynevezett kommunális szolgáltató házat is létre tudtunk hozni a kijáró utcán. Ebben 2 funkció lesz az úgynevezett klasszikus kommunális funkció a városgazdálkodási iroda működtetésében. Ez azt jelenti, hogy mosoda, illetve tisztálkodási lehetőség. A másik pedig az úgynevezett közösségi funkció, hiszen az irodahelyiségek, valamint a közösségi terek lehetőséget adnak arra, hogy az önkormányzati intézmények, a bölcsödétől az iskoláig, az óvodán keresztül, a helyi művelődési központ, a kisebbségi önkormányzatok, valamint a civil szervezeteink értékes tartalommal, rendezvényekkel, programokkal töltsék meg ezt az épületet. A József Attila téren nagyon látványos beruházások történtek, hiszen a József Attila téren át tudtunk adni egy 3 elemből álló játszóteret. Ennek van egy fitness eleme, van egy futballpálya része, illetve van egy klasszikus kisgyermekek részére épült játszótér. Számos közlekedésfejlesztési projektet is meg tudtunk valósítani, így a Szigeti temetőnél egy védett gyalogos átkelőhelyet építettünk ki, 2 utcába, Kijáró és a Gólya utcában teljes aszfaltozást tudtunk megvalósítani, valamint volt egy parkolóépítési projekterem is, ennek keretében a Szalontai utcai óvoda előtt 5 új parkoló, míg a Szegedi temetővel szemben a József Attila téren 10 új térkővel kirakott parkolót tudtunk megvalósítani. Nagyon fontos, hogy a térfigyelő kamerarendszerünket is tudtuk bővíteni a projekt keretében, és ami talán ennél is fontosabb, hogy körülbelül 50 millió forintból úgynevezett soft projekteket tudtunk megvalósítani. Ennek a lényege az, hogy a helyi civil szervezeteinket, intézményeinket, alapítványainkat juttattuk forráshoz, akik az akciócsoporton élőket bevonva a élet legkülönfélébb területén értékes programokat tudtak megvalósítani mindenki megelégedésére az elmúlt időszakban. Ezekkel a projektekkel, ennek a befejezésével azonban még korán sem tudtunk végleges célokat elérni, hiszen a következő időszakban a területfejlesztési operatív program keretében is lesznek hasonló jellegű pályázati kiírások, amellyel élni kívánunk. Én azt gondolom, hogy a város bármelyik területére ráférnek az ilyen jellegű fejlesztések, azt tudni kell, hogy ezt a úgynevezett szociális célú városrehabilitációt
csak a város ezen leromlott állapot úgynevezett szegregátum területén lehetett megvalósítani. Dőreség lett volna ezzel a lehetőséggel nem élni, hiszen teljes egészében, ahogy már mondottam, már a finanszírozás ezt a kérdéskört meg tudja oldani. Ami nagyon fontos dolog, hogy ha megtekintenénk a két évvel ezelőtti állapotokat fotókról, és a mostani állapotokat, akkor lehet látni, hogy milyen változások történtek azon a területen, és nagyon örül a szívünk annak is, hogy ezeket a létrehozott értékeket, hiszen vannak olyan értékek, akik már közel egy éve működnek, mondjuk éppen a játszótéri elemek, azok a mai napon is olyan állapotukban találhatók meg, mint átadáskor, tehát teljesen éppek, több száz gyermeket láthatunk egyszerre játszani ezeken a játszótereken, úgyhogy azt gondolom, hogy nagy érték, természetesen a város más részein is szükség van ezekre, keressük is ennek a lehetőségét, az ezekre vonatkozó forrásokat. A következő öt esztendőben nagyon sok lehetőségünk lesz, a területfejlesztési operatív program keretében 4,5 milliárd forintos lehetőségünk lesz különféle fejlesztésekre a város különböző területein, de számos más pályázati keretek is megnyílnak, amivel élni kívánunk. Én a záró rendezvény keretében köszönetet mondtam a helyi kivitelezőknek, akik ezt kiváló minőségben megépítették számunkra. Nagyon fontos lesz a jövőben is, hogy a helyi mesterembereknek, vállalkozóknak, kézműveseknek tudjunk lehetőséget adni a pályázatok keretében. Nyilván bevételhez jutnak, ezáltal helyieket foglalkoztatva ennek továbbgyűrűző hatása is van. Köszönetet mondtam annak a sok civil szervezetnek, azok tagjainak, vezetőinek, akik segítették ezt a programot, természetesen az önkormányzati intézmények azok dolgozóinak is, akik ezt a programot segítették, nem kivéve a nemzetiségi önkormányzatok tagjait is, hiszen neki is kis nagy érdemük van ebbe a projektbe, és hát folytatni fogjuk a jövőben is ezeket a fejlesztéseket. Sarkadon tartott előadást az ismert hazai toxikológus dr. Zaher Gábor. A kistérségi gyermekesség programnak köszönhetően a Művelődési Központ nagy termében tartott izgalmas előadást a magyar toxikológus. Hogy ennek a világnak ők az őslakosai, az én korosztályom, meg hát persze nálamnál már akár a 20 évvel fiatalabbak is csak betelepültek ebbe a világba, és hogy valójában az őslakos és a betelepült között milyen borzasztó nehéz a kommunikáció, és pontosan emiatt van egy csomó olyan feszültség, amit meg kéne oldani, akár gondolunk itt a kábítószerre, az alkoholra, a dohányzásra, vagy akár az internet, vagy a Facebook függőségre, és ezekről ma kommunikálni egy szülőnek, vagy akár egy pedagógusnak a gyerekekkel úgy, hogy a gyerek ezt ne unja, és persze még valamit hasznosítson is belőle, hát ez baromi nehéz dolog. Önnek azért mégis sikerülni szokott. Mit vár ettől a mai programtól? Tudni fog kommunikálni a fiatalokkal? Hát nem tudom, remélem, hogy sikerülni fog. Persze csodát nem szabad egy ilyen előadástól várni, és nehogy bárki azt gondolja, hogy egy ilyen előadást követően az összes gyerek rájön arra, hogy fú, soha többet nem gyújtok rá, nem dohányzom, az internet előtt is csak naponta egy órát fogok ülni. Nem beszélve arról, hogy a kábítószerezőm az életemben nem fogok hozzányúlni, de hogyha már néhánynak mondjuk segít abba, hogy egy jó döntési algoritmust adjon a kezébe, és igazándiból abban a szituációban, ahol ő majd belefut ebbe a történetbe, és persze ez nem itt lesz most, hanem mondjuk szombaton hajnali fél kettőkor, és mer és tud majd jó döntéseket hozni, akkor azt gondolom volt ennek értelme. Nagyon sok kihívás éri a mai fiatalokat. Ön szerint mi a legkomolyabb, ami a legnagyobb veszélyt rejti magába? Hát nem a kábítószer, ha bár az is elég rendesen, hanem jóval inkább itt ugye az internet és a Facebook, a virtuális kapcsolatok és a virtuális függőségek, amelyek ma azt gondolom az életünknek nélkülözhetetlen részei, és itt azt gondolom nagyon fontos ugye azoknak a kereteknek az elsajátítása, hogy a gyerek életen arról szól, hogy délután fél ötkor leül a gép elé, hiszen kezdődik a háború, hanem arról, hogy leülhet fél ötkor, csak hatkor tudjon fölállni, és ne hajnali háromig kattingasson. Habár addigra elfoglalja Amerikát is, ez egy borzasztó nagy sikerélmény, de valljuk be őszintén, hogy semmi nem történt az ég alatt a világon. Megemlítette itt a kábítószert, mekkora probléma ez manapság, mert nyilván nagy, és jönnek a különböző dizájnerok, amik bizony eljutnak ide az ország keleti szegletébe is. Hát a dizájnerok azok itt vannak, és azt gondolom, ebből a kábítószer problémával egy kicsit nagyobb ügyet csinálunk, mint amekkora valójában. Hiszen, hogyha körülnézünk Európába, akkor nagyjából a magyar kábítószer helyzet ott tart, mint az európai rangsorban a magyar futball, és hát az valljuk be őszintén nem túl sok büszkeségre ad tulajdonképpen okot, ha bár majd szombaton meglátjuk, mit produkálnak az aranylábú gyerekek ugye a finnek ellen. Egy biztos, hogy ez egy kicsit szerintem túl van dimenzionálva ez az egész történet. Meg kell tanulnunk együtt élni a kábítószerekkel, szóval az, hogy kérjük Magyarországról, hogy tiszta udvar, rendes ház, drogmentes övezet, egy abszolút ilyen utópista mondat. Én úgy gondolom, hogy a fiataloknak az lenne talán a legfontosabb, hogy tudják, hogy ez a dolog valójában miről szól. A döntés úgyis az ő kezükben van, és hogy merjenek jó döntéseket hozni, és talán ez lehet a dolog alfája és az omegája.
akkor ezen előadásával rálépetnek arra az útra, hogy talán a megfelelő pillanatban jó döntéseket hozzanak. Hát nem tudom, én ezt megpróbálom nekik sugalni, hát aztán majd kérdés, hogy mennyire jut el a szoftverig, vagy mennyire védi ezt a szoftvert egy olyan tűzfal, amint valójában nem lehet átutolni. Biztos lesz olyan, aki most is elő fogja venni a mobiltelefonját, és jóval inkább játszik rajta. Esetenként majd lóg a Facebookon, de talán lesznek olyanok, akikben valamiféle nyomot hagy ez a történet, és akkor azt gondolom már volt értelme a dolognak. Elindult az államigazgatási rezsicsökkentés, melynek lényege a különböző eljárási díjak, hatósági díjak csökkentése. Erről dr. Sipos Lajos járási hivatalvezetőt kérdeztük. Az állami rezsicsökkentés fogalom alatt pedig azt kell érteni, hogy úgy gondolja a kormányzat, hogy egyfajta felülvizsgálat alá veszi az általa nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat, illetve illetékeket. Tehát nagyon leegyszerűsítve, még mielőtt ez a jogalkotási folyamat elindulna, az állam, a kormányzat, az előkészítők kíváncsiak arra, hogy rajtuk kívül ezt a szolgáltatást igénybe vevő résztvevői kör, úgynevezetten a magánszemélyek, illetve a különböző vállalkozásoknak, mi a véleményük arról, hogy milyen területen lehetne, kellene csökkenteni, mérsékelni, vagy akár megszüntetni bizonyos igazgatási szolgáltatási díjakat, illetve illetékeket. Ez a folyamat elkezdődött 2015, tehát ez év június 5-én, és egy döntés következtében egy hónappal meghosszabbították, tehát ennek a vége 2015. augusztus 6-án fog lezárulni. Ahogy már említésre került, gyakorlatilag két kört céloznak meg, eme konzultáció, vagy nevezzük társadalmi vitának ennek kapcsán, nevezetesen a magánszemélyek körét, illetve az egyes vállalkozások körét. Nyilvánvalóan más területre terjed ki az a munka, amelyet elvégeznek, azok az igazgatási szolgáltatások, amelyeket ez a kör igénybe vehet, és akkor itt gyakorlatilag én elmondanám, hogy mik ezek. Gyakorlatilag az állami rezsicsökkentés magánszemélyeket érintő része áll a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséből, az eltulajdonított, ellopott igazolványok pótlása tekintetében, az értesítési címmel összefüggő hatósági eljárások, az ellopott gépjármű forgalomban történő kivonása, a külterületen történő égetés tűzvédelmi hatósághoz történő bejelentése, a családi állapot változása miatt történő névváltozással összefüggő okmánycsere, iskolai tanfolyami bizonyítvány másolatának vagy másodlatának kiállításáról, a felsőoktatási felvételi eljárás alapdíja, illetve kilencedik képpen a külföldi nyelvvizsga bizonyítvány honosítási eljárása. Ezek exakt módon nevesítésre kerülnek ezen az ominózus lapon, amelyet az állampolgár ki tud tölteni, és lehetőséget biztosít az előkészítő arra, hogy az állampolgár egy tizediket itt fel nem soroltat jelöljön meg, ami fontos, hogy ez igazgatási, szolgáltatási díjhoz vagy illetékhez kapcsolódjon. Ugyanúgy 9-es felsorolás van a vállalkozások tekintetében, nyilván igazodván az adott tevékenységhez. Ezek köréből kiemelést igényelhet az adóhatósági igazolás kiállítása, a telepengedélyezési eljárás, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatói akkreditáció, az üzleti működési engedélyével kapcsolatos eljárások, a vállalkozási igazolványok kiadásával kapcsolatos eljárások, cégiratok készítése, mezőgazdasági és erdészeti gépkezelő jogosítvány kiállítása, védett természeti területen a gyep felújításával, felülvetésével, öntözésével, legeltetésével, kaszálásával összefüggő eljárások, illetve népi iparművészettel összefüggő hatósági eljárások. Hogyha ezt az ember a fogalom mögötti tartalmat úgymond be tudja lőni, akkor tudja, hogy némelyike nagy-nagy tömeget feltételezhet maga mögött, illetve némelyekhez lokális eljárások tapadnak, hiszen a vállalkozások vagy magánszemélyek kevesebb részét érinthetik, úgymond. Ennek a formája egyéb iránt kettő formát feltételez, nevezetesen az úgynevezett papíralapú konzultáció, ehhez az érintett vállalkozások képviselői, illetve az állampolgárok hozzájuthatnak a kormányhivatalok járási hivatalainak ügyfélfogadásra alkalmas helyiségeiben kirakott kérdőívek tekintetében, ahol
ha elkérik vagy megkínálják őket, azt követően természetesen ki tudják tölteni, és azt követően elhelyezik ebbe a ládába, illetve az internet alapú konzultáció, amelyet a www.kormányhivatal.hu honlapon tudnak elérni, és ezt követően automatikusan kitöltik, és elküldik a megfelelő helyre, és ennek kapcsán történnek majd az összesítések. Annyit még el kell mondani, hogy ez a tájékoztató anyag, ami a kérdőívek hátlapján megtalálható, itt az egyes tevékenységekhez tapadó lehetőség, illetve díj és illetékfizetési kötelezettség tartalma, illetve mértéke rögzítése kerül. Egyébként, ha ezt átvizsgáljuk, látjuk, hogy a legmagasabb összeg az 50 ezer forint, a legkisebb összegnagyságrend pedig pár száz forintot jelenít meg. Nyilvánvalóan vannak ezek között olyan dolgok, amelyek szubjektív megközelítést is tartalmazhatnak, nem mindenkire vonatkozhatnak. A tapasztalatoknak a függvényében az összegzések tekintetében fogják az előkészítők meghozni azt a döntést, illetve javasolni fogják azt a formát, amelyet a legindokoltabbnak tartanak a szakma véleményének figyelembevételével, illetve a lakosság széles körétől nyert információ alapján próbálják mindezt kialakítani. Június első vasárnapja a pedagógusok napja. Ezen alkalomból az önkormányzat fellebbenítette egy régi hagyományt, és a művelődési központban műsorral, illetve megvendégeléssel köszöntötték a városba dolgozó pedagógusokat, pedagógiai munkát végzőket. Köszöntésre került a teremben lévő legfiatalabb, illetve legidősebb pedagógus, továbbá Sás Gábor négy diamántok levelet, B. Kovács János pedig rubinok levelet vehetett át a polgármestertől és a tankerületi igazgatótól. Szeretettel köszöntöm a Sarkad Televízió kedves nézőit. A városvezetés és a képviselőtestület részéről úgy döntöttünk, hogy egy régi szép hagyományt felelevenítve a városi önkormányzati intézmények és az azon túlnyúló intézmények dolgozóit, nyilván ágazathoz kapcsolódva, ettől az évtől ismét az adott program, az adott ünnepséghez kapcsolódóan köszönteni kívánja a városvezetés. Így már túl vagyunk a városi pedagógus napon, és előttünk áll most rövidesen a köztisztviselők napja, azt követi a Semmelweis nap, majd jön a közszolgáltatók napja, és ötödik ilyen rendezvényként majd az ősz vége fele a szociális munka napja. A pedagógus napon ugye a városi óvodáinkba dolgozó óvónőket, Dajka néniket, az általános iskolákban dolgozó pedagógusokat és adminisztratív segítőket, a középiskolában dolgozó pedagógusokat. Nagyon fontos, hogy mindegyik intézmény esetében a nyugdíjasainkat, tehát a nyugdíjas pedagógusainkat is, a Klebelsberg intézmény fenntartó központ dolgozóit, a pedagógiai szakszolgálat dolgozóit is meghívtuk erre a rendezvényre. Itt arra törekedtünk, hogy ne az ország különböző tájairól nagy pénzekért fellépő műsor számokat adjunk elő, illetve különféle távolról idejövő művészekkel színesítsük a programot, hanem helyi értékeket szerettünk volna bemutatni a pedagógusoknak, adott esetben olyan fiatal embereket, olyan fiatalokat, akiket ők oktattak, így a helyi műsorunkat azon túl, hogy nagyon színes és élvezetes volt három fellépővel, amelyből két egyéni produkció volt és egy-egy csoportos, egy együttes fellépés. Szinte kivétel nélkül olyan fiatalok alkották, akik itt Sarkadon nőttek fel, és itt tanultak, tehát a pedagógusok megtapasztalhatták, hogy hová jutottak azon az úton, amelyen ők egykor elindították őket. Ezt követően, mint minden ilyen rendezvényen, természetesen volt egy köszöntő a városvezetés részéről. Az első ilyen alkalommal a pedagógus napon én magam köszöntöttem a városban, vagy aktív, vagy pedig megérdemelt nyugdíjas éveit töltő pedagógusokat, illetve a pedagógiai pályát segítő dolgozókat, legyenek azok aktívak, vagy már nyugdíjasok. És természetesen volt egy vendéglátás is részükre, hogy ne csak a szellemnek adva, hanem a testnek is adva megköszönjük az ő egész éves munkájukat. Én magam a pedagógus nap kapcsán aként fogalmaztam Gárdonyi Géza gondolataival, hogy a pedagógus egy olyan lámpás, aki minél inkább világít más
másoknak, annál inkább fogyasztja önmagát. Ezért is gondoltuk azt, hogy a mi szeretett lámpásaink talán egy ilyen pedagógus napi köszöntéssel és az azt követő megvendégeléssel kicsit fel tudnak töltődni, és hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy valóban az őket nagyon megillető tiszteletet és köszönetet megkapják, és nyilván az ünnepi gondolatok köre fő mondata is a köszönet volt, nyilván hosszasabban kifejezve, mint egy ilyen tévériportban erre lehetőség van, és természetesen, ahogy mondtam, jön a köztisztviselők napja, jön a Semmelweis nap, ahol az egészségügyi területen dolgozókat, itt nem csak az önkormányzati intézményekre gondolok, hiszen Semmelweis nap kapcsán természetesen fogjuk köszönteni a központi orvosi rendelő dolgozóit, fogjuk köszönteni azokat is, akik nem a mi alkalmazottaink, tehát gondolok itt a mentőállomás dolgozóira, gondolok itt a gyógyszertár dolgozóira, legyenek aktívak vagy nyugdíjasok, kistérségi járóbeteg szakellátó központ minden egyes dolgozójára, az ott dolgozó orvosokra, házi orvosainkra, gyermekorvosainkra, fogorvosainkra, az ő asszisztenciájukra, tehát a sarkodon dolgozó teljes egészségügyi kört meghívjuk erre a rendezvényre, ami nagy örömünkre szolgál, hogy az újonnan elindított rendezvénysorozat kapcsán a pedagógus napon is teltház volt, és úgy gondolom, hogy méltóképpen ki tudtuk fejezni hálánkat és köszönetünket a megjelentek irányába, és nagy öröm volt, hogy számunkra, hogy ők is elfogadták a meghívást, és tényleg egy teltházas rendezvény keretében, azt követően pedig kötetlen beszélgetéssel tudtuk zárni a napot, hiszen számukra is egy lehetőség ilyenkor, hogy egymással kötetlenül találkozzanak, tudjanak beszélgetni, és ezt a jó hagyományt szeretnénk folytatni majd a következő esztendőkben is. Azzal, hogy a jövő évtől lesz még egy változás. Most még ebben az esztendőben az összes városi kitüntetést augusztus 20-ai állami ünnep kapcsán fogjuk átadni, hiszen már az idő rövid volt arra, hogy a különféle döntéseket átvariáljuk. Jövőre viszont már minden egyes városi rendezvényhez illeszkedően fogjuk a kitüntetéseket átadni, azzal, hogy a képviselőtestület nyilván korábban meg fogja hozni a döntéseket, tehát ha valaki Sarkadváros oktatásáért kitüntetést fog kapni, az nyilván a pedagógus napon kapja meg, a Sarkadváros egészségügyéért kitüntetést kap, akkor az a Semmelweis napon, és így tovább. Lássuk híreinket még egyszer! A végéhez közeledik a komplex városrehabilitációs projekt. Sarkadon tartott előadást az ismert toxikológus Zaher Gábor. Elindult az államigazgatási rezsicsökkentés. Június első vasárnapja a pedagógusok napja. Ez alkalomból az önkormányzat is köszöntötte a pedagógusokat, a pedagógiai munkát végzőket. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!